Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Beszéltünk erről arról, ami nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemébe mesterségem most is nagy szelka még, előítéletét az évek nem szüntették. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer, mint hány bukfenceket. Én műértő beszédit mosolyogva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, írogatni kezdtem, ő meg nyugodni dült. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell-e, hát az írást abba hagyám. S vége, hossza nem lett kérdezgetéseinek. De nekem e kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.